A kiállítás festők, szobrászok, fotósok és iparművészek alkotásait mutatja be. A csaknem egy évtizedes múltra visszatekintő tárlat ötletgazdája Varga György festőművész volt, aki a Duna két oldalán tevékenykedő művészeket kívánja összefogni. Célja, hogy az alkotók együtt gondolkodjanak és közösen mutassák be műveiket. Lipcsei György szobrászművész minden évben kiállít a kompon. Utóbbi időben főleg bronzszobrokat készítek, ez elég nagy számban megtalálható a műtermemben, hát ebből legalább 100 bronzszobor, dombormű található, úgyhogy hát sokszor arra kell figyelni, hogy változatos legyen, és véletlenül se legyen kétszer kiállítva ugyanaz a mű. A kiállítás átfogó képet ad a kortárs művészetről. Karcagi Endre Mosonmagyaróváron élő festőművész szerint rangot jelentett tárlaton kiállítani. Műveinek témája mindig aktuális. Nagyjából mindig ugyanarról beszélek, tulajdonképpen emberi kapcsolatokkal, és a téma majdnem mindig ugyanaz, festő és modell, vagy nők, csak másképp fogalmazom meg, tehát nálam nem is annyira sokszor a téma fontos, hanem ahogy meg van csinálva. A komp idén is a közösségteremtés céljával indult útjára. Az alkotásokat most is úgy válogatták, hogy összhangban legyenek. A kiállított munkák Mosonmagyaróvár és Dunaszerdahely után Somorján, majd végül Győrben lesznek láthatóak.